Örülünk annak is, hogy gyerekek, szüleik, meg nagyszülők lehet, vagy rokonság elkísérte a gyerekeket erre a beszámoló istentiszteletre. Együtt voltunk a táborban, és egy ének után, még amit közösen fogunk énekelni, néhány szót fogok szólni előjáróban, és utána majd a gyerekek szolgálatát hallgatjuk meg, és majd a végén pedig az Isten igéből egy üzenetet fogok elmondani. Tehát tovább énekelünk még egy éneket. Következő énekünk Thank you.
Hát sok minden történt, nem mondok el, hagyom, hogy ők mondják el az élményeiket. Hát nekünk is voltak élményeink, csak egy rövid mondat összefoglalva, egy nappal átéve ment a táborozás a személyzet részéről, úgyhogy nekünk a csillagos este és szinte nappal volt, összefolyt az idő. Különösen hálások vagyunk a konyhai személyzetnek, Eszter és Rebecca, meg Aradról is volt egy testvérünk, akik nagyon finomakat főztek és sok áldozatot vállaltak ezért a hétért. Még azt is el kell mondjam, hogy Aradról is volt egy 9-es csoport, egy gyerekcsoport, és őket két tanító kísérte el, és a többiekkel együtt pedig 70-en voltunk, nem 72-ünk, de 70-en voltunk kereken, úgyhogy a tábor teljesen tele volt, nem maradt üres ágy. Hát örülünk neki, hogy a Jóisten kirendelte ezt a helyet. Hát most akkor kérem a gyerekeket, jöjjenek elő, és énekeket, meg amit szeretnének elmondani szülők előtt, a gyülekezet előtt, vissza lehet csomagolni, köszönöm szépen. Thank you.
Barna minden délután egy missziós történetről, missziós történetet mesélt nekünk. Egy gyermekről, akit úgy hívtak, hogy James Irwin. Ő az anyjával egy nap hazafele menet egy templom mellett mentek el, ahol egy ige hirdetés folyt. Ő belépett az anyjával, és ott meg is tért. Ezután aznap elmentek egy ház mellett, amíg ki volt gyulladva, és James befutott, és egy nőt mentett ki. Ez nekem azt mutatja, hogy Isten egy csettintés alatt meg tudja változtatni az életünket, ha akarjuk, és ez nem esik neki nehezére, hanem igazán örül neki. Hét nagyon jó volt. Nekem különösen tetszett a missziós történet, ami egy James Irwin nevű emberről szólt, aki felment a Holdra, és miután visszatért, járta a világot, és mindenkinek mesélt Isten igéjéről. Szeretnék én is egy ilyen ember lenni, aki meséli az embereknek Isten igéjét. Hétfőn a teremtés történetéről volt szó, de a keddi történet Ábrahámra szól, és nagyon jó volt látni, hogy Ábrahámnak mennyit segített az Úr Jézus, és 110 évesen is született egy gyermeke, és engem az ragadott meg, hogy milyen nehéz helyzetekben is jelen van az Úr, és megőriz bennünket. Mi Vikivel egyik reggel arról beszéltünk, hogy Jézus hogyan is hívta el az első tanítványokat, és felolvastuk a Máté 4.19.20-at, ami ezt írja. És mondanékik, kövessetek engem, és azt mi velem, hogy embereket halászhatok, azok pedig azonnal ott hagyván a hálókat követék út. Elgondolkoztam azon, hogy vajon mi, hogyha így elhívna minket Isten, hogy hagyjunk ott mindent, hagyjunk fel mindent, hagyjuk ott a családot, az eddigi életünket, hogy vajon mi megtennénk-e érte. A halászok megtették, és elmentek, és embereket haláztak. Én azt kívánom mindenkinek, hogyha hív minket Isten, hogy őt kövessük, és tegyük azt, amit ő mond, akkor
Akkor csináljuk ezt. Az elmúlt tábori héten nekem nagyon megtetszett Ábrahám története, amikor ugye 85 évesen Isten neki megígérte, hogy gyermeket fog szülni neki Sára, és ő hitt Istenben. Hosszas idő után megszületett Izsák. Ezt azért mondom, mert olykor, amikor szüleink, nagyszüleink megígérnek nekünk valamit, azt nagyon nehezen hisszük el, nehezen várjuk ki, és mindig rákérdezünk. Hát szeretném én is, hogyha mindenki életében Ábrahám egy igazi példakép lenne a türelemben. Nagyon sokat beszéltünk reggel is az áhítaton, és este is Istenről, és nagyon-nagyon sokat megismertünk róla, és nagyon sokat beszéltünk is róla, és nagyon sokan megtértünk ebben a táborban, és ennek nagyon örülök. És örülök, hogy meg tudtam ismerni Istent, hogy kicsoda ő, és hogy ki a mi igazi királyunk. Péntek délelőtti alkalom volt a legáldásosabb. Ezt Máté és Jutka tartotta. Én ebből megértettem, hogy nekem változnom kell bűneimből, és ezért az alkalom után leültem beszélgetni az egyik tanítóval, és sikerült letennem bűneimet. És este pedig táborozótársam is ezt tette. Hát én örülök neki, hogy megtérhettem, és köszönjük a sok imát, mert értük mondtak a testvérek. Amen. A negyedik nap Bálám és Bálák történetéről volt szó, amikor Bálák felvérelte Bálámot, hogy átkozza meg Izrael népét, ám a Bálán nem ezt tette, hanem helyett megáldotta Izrael népét. Ebből azt értettem, hogy Isten mindig gondoskodik az ő népéről és az ő választottjairól. Nekem nagyon tetszett egy délután, amikor volt a foci bajnokság, és a lányokkal leültünk a földre, és nagyon sokat énekeltünk egész este. Azért van az, hogy egyik éneket jobban tudják a nagyobbak, és kevésbé a kisebbek, a másikat jobban a kisebbek, és kevésbé a nagyobbak.
mert a foglalkozások külön csoportokba történtek, és hát esténként elénekeltük egymás énekeit is, próbáltunk együtt énekelni, és most úgy válogattuk össze, hogy egyiket a kisebbek tudják, jól a másikat a nagyobbat. De megtanuljuk a a szobába, viccelődhettünk, imádkozhattunk, állítottat tartottunk, és ez nagyon jó volt. Ebben a tábori hétben beleesett az én születésnapom is, és nagyon meglepődtem, hogy mennyire más volt ilyen légkörben tölteni, mint a régi barátaimmal. Utolsó este mindenki nagyon örült, mert lehetett egy tábortűz, és nagyon jó volt a légkör, sokat énekeltünk, és utána imádkozhattunk is. Minden este Ábel és Isti előadtak egy történetet, ami nagyon megfogott, mert arról szólt, hogy két régi barát találkozott, és az egyik hitt Istenben, a másik nem. És a végén mind a ketten hittek. Thank you.
to the dark and fleshed out the wonder of life. And as you speak, majd a gyerekek elmesélik otthon, még lehet nem is volt erre idejük. Most közösen fogunk még egyszer énekelni, és utána az időről szól. Biztos nagyon szép lehetett a táborozáson részt venni, és egy gyönyörű helyen együtt lenni, örülni egymásnak. Viszont mi is egy ilyen helyre tartunk, ahol ugyanúgy együtt lehetünk, és dicsérhetünk Istent. Egy olyan helyre, ami túl van a csillagtengeren, és erről fogunk most énekelni. Megkérem szépen a gyülekezet, álljunk fel, és úgy énekeljük ezt az éneket.
tiszteljük meg Isten azzal, hogy az ő szavát fennállva hallgatjuk meg. Kérem, hogy akinél Biblia van, nyissa ki a jó könyve 32. részéhez. Jó könyve 32. részéből. A 6. versről a 14. versét fogom csak felolvasni, nem az egész részt, tehát a jó könyve 32. rész, 6. versétől a 14. verséig. Utána majd állva maradunk, és kérünk áldást az ígére, annak elhangzására és hirdetésére, és ebben az imádságban kérem ifjabb Szabó Gyula testvér, hogy vezesse nekem az imádságot. Tehát Jók 32. rész 6. versen kezdem az ige olvasást. Megszólalt a Búzból való Elihu, Barakél fia, és ezt mondta: én még fiatal vagyok, ti pedig öregek, ezért hátrahúzódtam, és féltem elmondani nektek, amit tudok. Azt gondoltam, beszéljenek a korosabbak, adják tudtul a bölcsességet az idősebbek. De csak a lélek, az a haland, de csak a lélek az a halandóban a mindenható lehellete, ami értelmessé teszi. Nem az idősek a bölcsek, és nem a vének értenek az ítélethez. Ezért azt mondom, hallgass rám, hadd mondjam el én is, amit tudok. Én kivártam, amíg beszéltetek, figyeltem, amíg okoskodtatok, míg a szavakat kerestétek. Nagyon figyeltem rátok. De senki sem tudja Jobot megcáfolni, egyik őtök sem felelt megmondásaira. Ne mondjátok, olyan bölcsességre bukkantunk, melyet csak Isten győzhet le, nem ember. Nem hozzám intézte szavait, ezért nem a ti mondásaitokra felelek néki. Mondásotokkal felelek néki. Megijedtek, nem válaszoltak többé, cserben hagyták őket a szavak. Vártam, de ők nem beszéltek. Megálltak, és nem szóltak többet. Hadd mondjam el én is a magamé. Hadd mondjam el én is, amit tudok. Mert tele vagyok szavakkal. Szorongat engem belül a lélek. Eddig az ige. Úr Jézus, megköszönöm neked ezt a tanulmányt. Köszönöm, hogy itt lehetünk a mindnyájan. Megköszönjük a te ígédet. Én személy szerint még nem tudom, mit akarsz ezáltal üzenni, de te tudod. Kérlek, segítsél meg, hogy készedek meghallani, megérteni, és arra kérlek, hogy mindegyünknek a fülét nyis meg, és a szívét készíti, hogy befogadjunk majd azt, amit te üzenni akarsz a ige hirdetünk keresztül. Amen. Amen. Foglalj helyet a gyülekezetben. Meddig vagyunk fiatalok? Mit gondoltok? Meddig lesztek fiatalok? Gyerekek. Tini, hogy gondoljátok? Hány éves körig vagyunk fiatalok? Hm? 18 év, 20 év, 25 év. Felnőttek, szóljanak ők is hozzá. Meddig vagyunk fiatalok? Pedig vannak idősebbek. Hát én is, amikor 10 éves voltam, azon a 45 éves, az már öreg. 45 éves. Aztán 60 évesekről ne is beszéljük, azok még csoda, hogy élnek. Aztán úgy, ahogy teltek az évek, azt mondta, hát még a 30 éves is fiatal. És aztán még 40 évesen sem öreg az ember. Aztán tükörben néztem, és látom, hogy kezd fehéredni a hajam, mert nem éreztem én, hogy annyira telik az idő. Tehát lehullott a hó, és nem olvadt el, ott maradt. Most meddig fiatal, fiatal, és mikor kezdődik az öregkor? Nem is merünk erről beszélni, hogy az öregkor, de az ígében sok üzenet a fiatalnak is, meg az időskorról, hogy micsoda a nagy tisztelet az, amikor valaki több évet is megélhet. Hallottunk ma reggel Ábrahámról, aki 85 évesen, meg 110 évesen, nem is merünk beszélni ilyen. Még a 80-at talán megpályáznak, a 85-et, de 100-110 év, az már tényleg nagyon sok idő. És még akkor is szól az Isten abban a korban. Ugye?
A másik kérdés az, hogy jó, hogyha fiatal vagyok, akkor mi a helyem a világban, vagy mi a helyem az idősebbek között. És a képünk, a ma reggeli történetünk egy beteg ágyhoz visz el. A gyerekek már tudják, ugye, amikor megérkeztem, elmondtam, hogy mi is egy beteg ágy mellől mentünk ki a táborba, a Ricsi beteg ágya mellől, és többször is imádkoztunk érte. Hát nem csak időskorba kerül oda az ember, de mindig, akár mikor kerül oda az ember, azt tudnia kell, hogy benne van az Isten tervében. Azzal, hogy valaki beteg lesz, nem kerül ki a tervből. És nem történt baleset az Isten tervében. És itt egy beteg ember mellett, Jób mellett találunk egy csapat barátot, akik megpróbálták őt vigasztalni, erőt önteni beléje. Mert ugye, halljuk meg őszintén, a beteg ágy mellett mi a legnehezebb feladat? Mi a legnehezebb feladat, amikor egy beteg ágy mellett áll? Reményt adni, hitet adni, bátorítani azt a beteget. Ugye ránk néz és látja, hogy mi mozgunk, szabadok vagyunk, egészségesek, viszonylag egészségesek vagyunk. És arra gondolom, mit tudnál nekem mondani, hogy engem felvidíts. Na így voltak ezek a barátok, és eljöttek Jóbhoz, megpróbáltak hozzá beszélni, aztán a helyzet még csak rosszabbodott. Mert lehet, hogy jól érzi magát a látogató, hogy na mindent elmondtam most már, kibeszéltem magam, de mikor látjuk, hogy a betegnek a helyzete még csak súlyosbodott a látogatásommal, hát akkor jobb, ha elsemedett. Valahogy így érezte magát a három barát, és ekkor előkerült egy negyedik látogató is. Egy egészen fiatal, aki addig meg nem szólal. Gyerekek, meddig lehet kibírni szólni? Egyik nap kipróbáltuk, ugye? Egy darabig bírtuk, aztán már előtől belőlünk a beszéd, hogy úgy felgyűlt mindenkivel, hogy már alig várta, hogy aztán beszélhessünk. De nem volt az fél óra, ugye? De közben még ettünk is, azt el kell mondjam, úgyhogy nem csak némán kellett ülni. Közben még ettünk. De nagyon nehéz gyakorlat volt egy fiatalnak csendben maradni. Mi azt látjuk ebben az igében, illetve itt kapcsolódunk be, amikor végre a csendet megtöri ez a fiatal ember, és megszólal azt, hogy most hagyjatok engem is beszélni, eddig hallgattalak benneteket, most hadd beszéljek én is, mindegy, hogy ide figyeltek vagy nem, de van valami mondani való. Hát a témánk is az, hogy egy bölcs fiatal arcképe. Hogy néz ki egy bölcs fiatal, vagy egy bölcs gyerek? Hát mikor lesz bölcsé, vagy mikor válik bölcsé az ember? Amikor azt mondják, ki jön a bölcsesség fog. Hát addig nem volt bölcsessége sok embernek, van akinek már ki is esik, még a bölcsessége utána sem jött meg. De azért mégis a népi bölcsesség azt mondja, hogy legalább a bölcsesség fognak ki kell jönnie, és kell egy kis idő elteljen ahhoz, hogy valaki bölcs legyen a mondása, bölcs legyen a viselkedése. Hát el kell mondjam nektek mindjárt előjáróban, hogy a bölcsesség nem jön azonnal, hanem egy kicsit dolgozni kell, vagy várni kell a bölcsességre. De mégis, lehetnek bölcsek a fiatalok is. Gyerekek is lehetnek bölcsek, és inkább erről szeretnék néhány szóban, vagy mondatban beszélni. Három gondolatra építettem fel a ma reggeli beszédemet. Vannak dolgok, amelyeket az idősebbektől, vagy szülőktől tanulunk meg. Higgyétek el, amit tanulni tőlük. A második, vannak dolgok, amelyeket csak Istentől tanulhatunk meg. És a harmadik pedig az, hogy valamikor neked is meg kell szólalnod. Hát kezdjük mindjárt a legelsővel. Egy bölcs fiatal. Mit várnak el tőlünk, fiatalabbaktól, vagy tőletek, az idősebbekkel szemben? Hogy tanítottak otthon, hogy tanítanak az iskolában, tisztelni kell az idősebbeket, ugye? Szót kell fogadni nekik, ez már kicsit nehezebb, meg kell hallgatni őket, engedelmeskedni talán még nehezebb, de mind meg kell tanulni. Az első az, hogy vannak dolgok, amelyeket a szülőktől tanulhatunk meg,
vagy a felnőttekről tanulhatunk meg. Isten maga mondja a 10 parancsolatban, az 5. parancsolat azt mondja, hogy tiszteld a te szüleidet, apádat, anyádat, és Isten parancsolatba foglalta azt, hogy tisztelni kell. Rá kell parancsolni az embernek, hogy tisztelje az idősebbet, hogy tisztelje a szüleit. Ez egy isteni parancs. És hogyha nem fogadunk szót Istennek, akkor felborul az egyensúly, és nagyon nehéz lesz az együttélés. Azért is kell tisztelned a szüleidet, mert sok lemondással jár, hogy téged vállaljanak. Hidd el, hogy mielőtt még megszülettél volna, vagy mielőtt még megszülettünk volna, akik idősebbek vagyunk, gondoljunk mi is a mi szüleinkre, nem kis lemondással jár a gyermekvállalás. És mai napig sem jár ez kicsi áldozattal. A szülők olyankor úgy gondolják, hogy még fiatalok, még szeretnének szabadságra menni, és egyszer csak kiderül, hogy a szabadságpénz át kell irányítani, kis ágyat kell venni, elő kell készíteni a babaholmikat, egy gyerekszobát kell kialakítani, vagy át kell festeni a házat, és oda lett a szabadság, és sok minden más lemondással jár az, hogy vállaljanak, vagy vállaltak téged. Ezért tisztelned kell őket. Ne felejtsd el, hogy az életedet Istenen kívül nekik is köszönheted. Tehát sok lemondással várt az, hogy téged vállalnak. Aztán azért is tiszteld őket, mert az anyagi feltételeit megteremtik annak, hogy te növekedhess, hogy fejlődj, hogy az életben elindulj, és az életnek neki vár. Sok anyagi áldozatot és minden más áldozatot vállalnak ezért. Megteremtették ennek a feltételeit. Az igaz, hogy mi nagyobb igénynek vagyunk, mint a lehetőségeink. És úgy szeretnénk, hogy az igényeink után állítsuk be a szülőknek is a lehetőségeit. Megtörténik az, hogy hazamegy és azt mondod, anya vagy apa, nekem is kell egy olyan mobiltelefon, vagy egy olyan okostelefon, mint az osztályban már mindenkinek van, csak nekem nincs. Persze, te úgy látod, hogy mindenkinek van, nehogy van mindenkinek. Van úgy, hogy a szülők kölcsönkért, csak azért, hogy neked legyen. És sokszor látom azt, bemegyünk az áruházba, és a gyerek ott kéri, vagy, és aztán utána elkezdi követelni, de nekem ez kell, és megfogja a pócról, és szegény szülő ott van, hogy parancsoljon rá a gyerekére, vagy ne parancsoljon rá. Valami szégyenében csak megveszi, vagy előveszi a pénztárcáját. Nagyon sok anyagi feltételt előteremtenek azért, hogy neked könnyebb legyen az életed. És az, hogy van saját szobád, és az, hogy annyi mindened van már, és lehet, hogy sokan, akik elérik a 20 éves kort, a szüleik már házat is vettek neki. És már kezdik a házas életet, és már autójuk is, házuk is van, ők miért fognak dolgozni, csak a szabadságpénzt kell megkeresni, és annyi mindent készek a szülők megtenni a gyermekükért. Mit várnak el cserébe? Sokat várnak el? A nyugdíjat majd mi kell visszafizessük neki? Tudjátok, csak annyit várnak el, hogy szeressük őket, tiszteljük őket, becsüljük meg őket. Néha mondjuk egy kedves, köszönöm szót neki. És minél többször. Hallottam egy humoros, de azért szomorú kis történetet. De az egyik családban az idős apukát kellett gondozni. A hátsó szobában volt berendezve neki, és a gyerek figyelte, hogy a szülők gyakran beszélnek az idős nagypapához. És egyszer csak már bosszusan az ebédet vigyük hátra, és azt mondja, fogjon a fakaladat és vigyed, mert neki jó a fakanál is. Mindig rázza ki az ételt a rendes kanálból. A gyerek megfigyelte ezt, a beszédet. Néhány nap múlva egyszer csak jön a gyerek, és hoz egy fakanalat a fiókból, és azt mondja, apa, ezt tegyétek félre majd nektek, hogy legyen a fakanálom és vigyed nektek. Hát, sokszor így áll. Nem azt kapja a szülő, amit érdemelne. Isteni rend az, hogy tiszteljük meg őket. Hallgassuk meg őket, mert sok minden tanulni valunk van tőlük.
Azért is szeressük és tiszteljük, meg hallgassuk meg őket, mert hasonlítunk rájuk. Ha szeretnétek, ha nem, minket Isten teremtett meg, de szüleinken keresztül, és mi hasonlítunk rájuk. Sok mindenben hasonlítunk rájuk. Előbb a szülők veszik észre a hasonlóságukat, és amikor jó jegyet hoz haza a gyerek, akkor azt mondja apuka vagy anyuka, látod, az én fiam vagy az én lányom. Aztán amikor jön az intő haza, vagy a figyelmeztetés, akkor azt mondja, látod, ez a te fiam, ez a te lányod. De azért higgyétek el, hogy büszkék rátok a szülők. De hidd el azt, hogy te is hasonlítasz rá. Jóban, rosszban. Vannak olyan jellemvonások, amelyeket mi örököltünk a szüleinktől. És ez nem minden rossz. Hogy rájuk hasonlítunk, ne rót fel nekik. Ez az életnek a természetes menete. És hogyha látsz hibákat a szüleidben, döntsd el, hogy te nem szeretnél olyanok. Lehetőséged van arra, hogy ezen változtass. Nem rajtuk akar változtatni, hanem magadon változtass. És igyekezz azon, hogy ha hibát látsz, ne olyan légy, erről te tehetsz. Viszont nagyon sok jó dolgot tanulhatsz meg a szüleidtől. Sőt, ismereteket is vehetsz át tőlük. Tapasztalatokat vehetsz át a szüleidtől. Keresztény táborban voltunk az elmúlt héten, és Bibliát lapoztuk naponta, elővettük reggel is, meg este is. Azért volt még sok más program is azon kívül, nem csak Bibliával foglalkoztunk, de most, hogy hazamentetek, kérdezzétek meg a szüleiteket, hogy gyerekkorukban ők hogyan olvasták a Bibliát, hogy nekik hogyan olvasták a Bibliát. És tanuljátok meg, hogy gyermekkorban is van Istennek üzenete a Biblián keresztül. Hogyan jártak Isten tiszteletre, templomba, gyülekezetbe? Milyen volt az Isten félelem a lelkünkben, a szívükben? Sok jó dolgot tanulhatunk meg róla. Szatmár híres város volt arról, hogy sok templom volt benne. Mai napig is sok templom, meg imaház és még több gyülekezet is épül. Híres istenfélő, templomba járó nép volt a szatmári. És ez nagyon szép van. Egyre ritkábban látom vasárnap reggel, hogy az emberek a templomok felé araszoljanak. Lehet hosszú volt a szombat este, későbbre volt a szombatesti foglalkozás, és a gyülekezetek, a templomok már nem annyira népesek. Láttatok is ám, hogy hogyan fogjátok folytatni. Vannak dolgok, amelyeket az idősebbektől és a szülőktől kell megtanulni. Ezt jegyezzétek meg. A második gondolatom az, hogy vannak dolgok, amelyeket csak Istentől tudunk megtanulni. Amikor ez a fiatal ember előállt, azzal kezdi, én még fiatal vagyok, ti pedig öregek, ezért hátrahúzódtam és féltem elmondani nektek, amit tudok. Nagyon jó az, hogyha már te is tudsz dolgokat, de nem mindig te tudod teljesen. És aztán később azt mondja, hogy a 8. versben, de csak a lélek az a halandóban a mindenható lehellete, ami értelmessé teszi az ember. Vannak dolgok, amelyeket csak Istentől lehet megtanulni. Vannak dolgok, amire csak Isten tesz bölcsé bennünket. És hogyha nem találkozol vele, akkor hogyan leszel bölcs? Amit csak Istentől tanulhatsz meg, az az, többek között, hogy hogyan kell a testeddel és a lelkeddel bánnod. Mert Isten ajándéka az életünk. És az életünk áll a testünkből, kézzel fogható. Ugyanakkor Istentől kaptuk a mi lelkünket, amit nem lehet megfogni. De az a lényünknek a része. Csak Isten tud megtanítani arra, hogy a lelked a legbecsesebb dolog az egész világon. Azért, mert Isten az ő lelkét lehet az első emberbe, és attól kezdve bennünk van Istennek egy rész, a lélek, de amit számon fog kérni. És azt mondja egyszer az Úr Jézus egy példázatban, hogy az egész világ kincse nem ér fel egy embernek a lelkével. És hány ember lakik a Földön?
Ágyember lakik most a Földön. Körülbelül, nem tudjuk pontosan. 7. Több mint 7 milliárd ember, ugye? Ha egy embernek a lelke többet ér, mint az egész világnak a kincse, hát akkor a 7 milliárd ember lelke mennyire értékes? És oda helyezte a testedbe. Adta az ő lelkét, és erről számot kell adnod. Hogyan kell bánni a lélekkel? Ha a lelket nem szabad éheztetni. A lelket nem szabad megölni. A léleknek szüksége van a Jóistenre. Az Isten lelke tud megeleveníteni bennünket. Tudd meg azt, hogy gondolnod kell a lelkedben is. Nem csak a táborban, a tábor után. Arra bíztattunk, az utolsó mondat azon, akik lapon az állítottas füzeten az volt, hogy a nyáron is vedd elő a Bibliádat, és olvassad a Bibliát. Remélem, hogy nem fogod elfelejteni. Azért, mert Isten szól a lelketekhez, és szükségetek van rá. Ne teljen el úgy egy nap, hogy nem engeded meg, hogy Isten beszéljen te hozzád. Aztán a mi testünkre is nagyon kell vigyázni. Azt mondja a Biblia a Korintusiakhoz írott levélben, hogy a mi testünk a bennünk lakozó léleknek, vagy az Istennek a temploma. Ugye külön volt mosdójuk a fiúknak, meg külön a lányoknak. Azt vettem észre, hogy reggel még a fiúk mosdója még nagyon csendes volt, a lányok mosdója már kezdett benépesülni. Egészen korán égett a lámpa, főleg a nagyobb lányok már jöttek a mosdóba, és nekik több időre volt szükség, hogy odaálljanak a tükör elé. A fiúk meg néha még a holmiukat is ott felejtették, a fénysütés lehet elő se vették, nem tartották annyira fontosnak. De eljön majd az idő, amikor fontos lesz. Minden farzsebben lesz egy fénysüt, meg lehet hajzselé is lesz oda téve. De eljön az idő, amikor nagyon fontos lesz, hogy hogy nézel ki. Tudod te azt, hogy Isten azért adta a testet, hogy benne az Isten lakozzon. Templom legyen a te tested. Nem bűnbarlang, nem a bűnöknek a helye, hanem ahol az Isten lakik. És úgy kell ápolnod, úgy kell vigyáznod a testedre, mert az Isten lakóhelye kell legyen. Istentől tanuljuk meg azt is, hogy az emberekkel való jó kapcsolatnak az alapja az Istennel rendezett kapcsolat. Lajos bácsi adott egy feladatot nektek. Illetve felkínálta mindenkinek, sőt, még kupont is lehetett nyerni érte, ugye? Az egyik az volt, hogy mind a 10 parancsolatot fel kellett mondani, ugye? Volt, aki felmondta közül. Tivadar, de most nincs közöttünk, Tivadar felvállalta ezt a kihívást, és az volt a feladat, hogy nem csak egy alkalommal, hanem egymás után 3 nap simon, te melyiket vállaltad? A boldogmondásnak. Az is volt, több ilyen feladat volt, de az egyik feladat az volt, hogy aki a 10 parancsolatot... Aztán a Jákob fiait, mind a 12-t ki tudja felsorolni, de 3 nap egymás után, nem, hogy egy nap tudod, aztán a következő nap már nem emlékszel rá, és aztán utána kapott egy megérdemelt kuport, azzal vásárolhatott a butikban. Megpróbáltuk ezzel is megjutalmazni, de ne felejtsd el azt, hogy a 10 parancsolat Istentől számolik. És azzal kezdődik a 10 parancsolat, az első 4 azzal kezdődik, hogy milyen legyen a kapcsolatunk az Istennel. Hogy az első helyen legyen az Isten az életünkben. És utána pedig, hogy milyen legyen a kapcsolatunk a szüleinkkel, embertársainkkal. Ezt Istentől tanuljuk meg. Okosabbat még ember nem talált ki. Akik jogra mennek és tanulnak az egyetemen, annyi törvénykönyvet kell megtanulni, és szegényeknek a fejük úgy megnő, mire vizsgázniuk kell. Az ember nagyon sok törvényt ír, azért, mert az alapvető tanulnak az emberek. Ha 10-et betartanák, sokkal könnyebb lenne, nem kellene azt a sok többi törvényt beleírni. A következő dolog, amit csak Istentől tanulsz meg, mert kérdés formájában fogalmazzátok sokszor meg, és még a felnőttek is megfogalmazzák, hol van Isten, amikor én szenvedek?
van szenvedés? Vagy miért van az, hogy emberileg nézve nem igazságosan szenvednek egyformán az emberek? Vannak, akik könnyen csak úgy átmennek az életen, szinte betegség nélkül, és nagyobb vagyonra tesznek szert azok, akik nem becsületesen élnek, mint azok, akik becsületesen próbálnak élni. Ez egy ilyen nagy kérdés, hogy hol van Isten akkor, amikor én szenved? Még gyerek is szenvedhet. És vannak fájdalmak, vannak, amik nem fizikai betegség miatt alakulnak ki, hanem ott benne a lelkünk fáj és emésztődik, és nem kapunk rájuk választ. Erre szeretnék nektek egy bibliai választ adni. Amikor egy szobrász elővesz egy márványtömböt, egy nagy kődarabot, márvány értékes követ, és szobrot akar belőle formálni, akkor az a kérdés, hogy úgy dolgozzon, hogy ne fájjon a kőne? Lehet-e úgy szobrot faragni belőle, hogy ne használja vésőt meg a kalapácsot? Abból csak egy a durva kő töm marad mindig. Tehát a márványtömbnek nem lehet az a célja, hogy ne szenvedjen semmit, és mégis szobor legyen belőle. Tudjátok azt, hogy Istennek terve van, és nem az a terve, hogy mi fájdalommentesen menjünk át az életen, hanem azért, mert minket ki akar formálni. Az örökkévalóságra van terve számunkra. Azt szeretnél, hogy beépüljünk az Isten országába, mert a testünk egyszer meg fog halni, porrá lesz, mert porból lett, a lelkünk további az Isten jelenlétében. És ki lesz, vagy mi lesz belőle? De ahhoz kell használni a vésőt, meg a kalapácsot. És ez szenvedéssel jár együtt. Istennek van egy terve, és a szenvedés eszközeit használjuk fel nagyon gyakran a formálódáshoz. Ezért inkább azt kérdez, Istenem, mi a terved az életemmel? Végén szeretnék arról még beszélni, hogy néha neked is meg kell szólalnod. Bármennyire is fiatal vagy, neked is kell beszélned. Figyeltem a táborban, voltak olyanok, akik már, ahogy megérkeztünk, még ki se szálltak az autóból, már beszéltek. Ha lehetett volna, még éjszaka is beszéltek volna, tele voltak mondani valóban. Mások pedig csendesebbek voltak, visszahúzottak, kellett kérdezni, hogy aztán megszólaljon. Aztán látta, hogy a többiek annyira erőszakosan beszélnek, inkább elhallgattak mellettük, hagyták, hogy a többi beszéljen. Nem vagyunk egyformák. Néha túl sokat beszélünk, mástól meg túl sokat hallgatunk. De van, amikor nekünk is beszélni kell, a gyerekeknek is beszélnünk kell, fiataloknak is beszélnünk kell. És bölcs az a gyerek és az a fiatal, aki tudja, hogy mikor beszéljen és mit beszéljen. Azt mondja ez a fiatal ember, Élihu, a 14. versre megyek a végére, hogy mert tele vagyok szavakkal, szorongat engem belül a lélek, alig várom már, hogy beszéljen. Az első dolog, amit el akarok mondani neked, hogy legyen véleményed. Azért, mert fiatal vagy, neked is kell legyen véleményed. De ahhoz, hogy véleményed legyen, ahhoz olvasni kell, ahhoz tanulni kell. Igaz, hogy az internet nagyon sok információt ad. De az nem minden igazság, ami ott van. Nagyon sok szórakoztatásképpen, vagy vicc formájában, sőt lejáratás formájában kerül oda, ezért ne vegyétek az készpénznek. De ismerned kell dolgokat ahhoz, hogy legyen véleménye. A vélemény az, amikor nem a tanárnak vagy a szülőnek a véleményét mondod el, amit tőlük tanultál, hanem amikor az ismeretek bemennek oda a szívedbe és összehasonlítod, és kialakul egy vélemény. Ha szabad elmondani, legyen neked véleményed. Lehet a fiatalok, vagy a 20-as, 30-as években elő tájékozottak arról, hogy a mai gyerekek most a melyik generációhoz tartozik? Z generációhoz tartozik. Ugye mi még generációt tartozunk? Én még a baby boomhoz tartozom, azt mondják. Aztán itt az X,
jött az Y generáció, most a Z generáció, de már az is kezd kifutni, illetve akik 1990 és 2009 között születtek, azokat úgy hívják, hogy Z generáció. Ki az közülünk, aki 1990 és 2009 között született? Emelje fel a kezét. 1990 és 2009 között született. Azok tartsák fel a kezüket. Köszönöm. Én minket, vagy titeket Z generációnak neveznek. Hát a Z generációt az jellemzi, hogy azzal kelnek és azzal feküsznek. A kütyű a kezükben. Ha elveszed tőlük, megsemmisül. Nincs többe, oda le. És készült több felmérés, itt csak az egyikből szeretnék idézni, Amerikából készült egy felmérés, hogy hogyan költekezik a Z generáció. Mire költik a pénzüket? De van pénzük. Sőt, el is készült egy felmérés, hogy évente 80 milliárd dollárt költenek el ez a generáció. Ó, hogy honnan valami pénz? Valahonnan csak van. No, felmérés szerint körülbelül 23-30%-át a pénzüknek ennivalóra költik. És mégpedig milyen ennivalóra? Hát gyors éttermekbe mennek, és ezek között is, hát most itt nem tévémusor elmondhatom, a Starbucks vezet, és nem kis dicsőségükre, ott költik el a pénzüknek a nagy részét, kávéra, üdítőre, süteményre, szendvicsre, ez a generáció. Utána pedig 8%-át elektronikus dolgokra, kütyükre költik, játékokra, és így tovább. És a mai piackutatók már dolgoznak azon, hogy hogyan alakítsák a piacot, hogy ezt a generációt kielégítsék, mert nekik van egy vásárlási szokásuk. Ők már nem a pénzt szorongatják a zsebükbe, hanem a telefonon rajta van a kártya, néha a lapái, meg az anyái, és akkor azzal vásárolnak, és szeretnék elkölteni azt a pénzt is, amit majd holnap keresnek meg, vagy holnap után. És nem egy mondta azt, hogy miért ne kezdenénk a nyugdíjjal mindjárt, és utána majd dolgozom, amikor öregek leszünk. Ez a Z generáció. A Z generációnak is kell legyen véleménye. A vélemény formálásban nekünk is feladatunk van. Volt egy mondat az elején, így akartam így olvasni az igét, a hatodik versnek az első része. Megszólalt a búzból való Elihu, Barakél fia, és ezt mondta. Ha minden gyereknek van egy anyukája, meg apukája is, bár nem mindenki ismeri, de vannak szülei, és van, amikor látják a szülőt a gyerekben. És mi is figyeltük a gyerekeket, mert ugye sokszor elárulják a gyerekek, hogy mit tanultak otthon, mit tanultak a szülőktől, rányomja a bélyegét a gyerek viselkedésére, meg a beszédére. Hát ki volt ez a Barakél, Barakél fia? Rám nemzetségéből való Elihu. Utána jártam ennek, és ez a fiatal ember Ábrahám unoka öccse volt. Most már lehet kezdjük érteni, hogy miért mondott olyan bőrs dolgokat és olyan okos dolgokat, és most az üzenet a mi számunkra. Kedves szülők, nagyszülők, hogy milyen véleményük lesz gyermekeinknek, meg unokáinknak, tőlünk is függ. Amikor megszólalnak a gyermekeink, egy részben benne vagyunk mi. Az ő véleményükben, az ő hozzáállásukban, ahogyan ők kifejezik magukat, vagy nem fejezik ki magukat, ott vagy te is benne. Az esti idő, amit velük töltöttél el, akár Bibliából olvastál, akár más jellegű tanításra átadtál nekik, visszatükröznek bennünket, és látszik az, amit mi is hozzáadtunk a neveltetésüket. Véleményetek kell legyen. Ne szégyeljétek azt elmondani. Olyan jó, hogyha szülőkkel együtt meg tudjátok beszélni, és aztán az osztályközösségben is vállaljátok fel a véleményeteket. Megkérdezik a barátok, hogy hol voltál múlt héten. Voltam egy táborban. És milyen volt a táborban? Hát volt, ilyen, olyan játszottunk, ettünk, minden.
és csak a Bibliát felejtett ki elmondani, hogy a Bibliából is tanultok. Az ne szégyelj a barátok előtt. Legyen véleményed. És a másik dolog, amikor neked meg kell szólalnod, az Isten szava kell befolyásolja a gondolataidat és a gondolkodásodat. A Bibliában van több történet is, de csak egyet emelek ki. A gyerek Sámuel, amikor ott aludt a sátorban, Éli főpap mellett, az édesanyja felvitt őt a sátorban, ő ott nőtt fel, és ott segédkezett a főpapnak. És egyik éjszaka megszólította őt az Isten. Hidd el, hogy amikor a Bibliát olvasod, az Isten meg tud szólítani. És kapcsolatba léphetünk a Jóistennel. Sámuel az Úr hangját hallotta meg. És azt kívánom nektek, hogy formáljátok a ti véleményeteket az Isten beszéde szerint. Olvassátok az igét, kérjétek szüleiteket is, hogy olvassatok együtt velük. Tehát nagyon fontos, hogy az Isten igéje formáljátok a gondolkodásunkat. Milyen ember az, aki úgy nő fel, hogy az ő teremtőjével soha nem találkozott. Nem segítették őt oda. Végül azt szeretném még elmondani, hogy ez a fiatal ember, amikor feláll beszélni, azt mondja, hogy úgy tele vagyok szabadka, hogy szorongat engem belül a lélek. Néhányan, legtöbben átéltük ezen a héten, milyen az, amikor a lélek szorongat bennünket. Nem idegen lélek, hanem az Isten szent lelke kezd szorongatni. Amikor hallottad a másiknak a bizonyságtételét, és láttad, hogy hogyan imádkozik a másik, és valami megmozdul benned, mintha a lélek kezdene mozgatná a szívedet. Hiszed azt, hogy az Isten szent lelke a gyermekekben is lakozik, a fiatalokban is lakozik. Ezt tesz bölcsé bennünket, az Isten jelenléte a mi életünkben. Emlékszel, milyen volt az, amikor imára késztetett téged az Isten lelke? Kívánom azt, hogy legyetek bölcsek. És fogadjátok el az idősebbeknek, a szülőknek a vezetését vagy tanácsát, amikor a jóra irányítnak és vezetnek benneteket. De ne felejtsétek el, hogy vannak dolgok, amiket csak Istentől tudtok megtanulni. És ő tesz bölcsé benneteket. És valamikor meg kell szólalni. Ne szégyelj el elmondani a véleményed, ha nem is olyan, mint a többieké. Amikor becsületül, az Isten szerelemről meg kell szólalnod. És engedd, hogy az Isten lelket téged is szorongasson. Legyél tele beszéddel, amikor beszélnek kell. És ne szégyelj hallgatni. Most adjunk hálát azért, hogy Isten beszélt hozzánk ma reggel. Köszönjük meg azt, hogy az elmúlt héten gyermekeinkkel is beszélt, hozzánk is beszélt. És szeretném, hogyha egy kis időt imádságban töltenünk, elcsendesedünk az ő jelenlétében. És kérek két fiatal imádkozni, arról volt szó, hogy hogyan lehet bölcs egy fiatal, két fiatal kérek, akár gyerek, tinédzser vagy fiatal, aztán majd kérek két felnőttet, aki édesapa, édesanyja, vagy nagypapa, nagymama, és ezzel majd az imádsággal be fogjuk fejezni az Isten tiszteletünket. Hajtsuk meg magunkat úgy, hogy a padban ülünk, és imádkozzunk.
Köszönjük mindenható Istenünk, hogy Te vagy az alkotónk és megmentünk, szabadítunk Jézus Krisztusban. Köszönjük, hogy Te teszel bölcsé bennünket, hogy az életben helyesen éljünk és helyesen beszéljünk. Imádkozunk, hogy áld meg gyermekeinket, hogy megtanulják a bölcs életet, hadd mutassunk példát ebben, és vezessük el őket ahhoz, aki bölcsé tudja őket tenni. Köszönjük, hogy lehet nekik is véleményük. Köszönjük, hogy néha rajtuk keresztül figyelmeztesz minket is, felnőtteket. Add, Uram, hogy lehessenek olyan gyermekeink, akik meg tudnak szólalni. El tudják mondani a tőled kapott véleményüket, azt, amit imádságban, Biblia mellett kapnak a családi körben, a gyülekezetben, vagy az egyéni csendességükben. Kérünk, hogy neveld őket, tartsd meg őket az egész nyár folyamán, és add, hogy ne csak fizikailag növekedjenek, de lélekben is a veled való kapcsolatukban. Az Úr Jézus nevében kérünk, hallgass meg. Amen. Amen. Az Úr közel. Jöjjön.